Ezért a rendőr nem elveszi a jogosítványomat, hanem a helyszínen golyó általi kötelet kapok. Brainstorming! Suzuki Toyota! Itt van az első telefonálunk, halló? Halló, Lami Krisztófer vagyok, Rákosszent Mihályról telefonálok, ahol egyébként van egy kilátó és... Mit tehet ma önért a természet, uram? Érzem, hogy egyre jobban napról napra balra ferdül a gerincem. Igen, Krisztófer, már ahogy hívott, éreztem, hogy ezzel küzd. Nyilván egy hiperbólikus, transzcendens gerincferdülése van, amit azonnal helyre kell raknom a televízió képernyőjén keresztül, mert én erre képes vagyok. Béka! Béka, mit csináljunk vele? Ki kell vinnünk? Én biztos nem fogom meg, inkább te. Én tudni, hogy nem viszem ki. Mi történt, lányok? Mi volt ez a nagy sikoltás? Béka van a szobában. És ki kéne vinni, és nem merünk hozzáérni. Miért? Nem bánt az. Akkor segítesz? Persze. Szia, Béka! Jó nyarat! Vár, lehet? Árnyékok! Jaj, de jó, ez nagyon aromos! Szerintem Ákosban nem lehet csalódni. Hogy a zongoránál nekem úgy tűnik, mintha nem is Ákos zongorázna, amikor csak a kezét mutatják. Mert túl szőrös a kéz az Ákosihoz képest. Meg jó ez a kihalt épület, csak nem tudom. Jól néz ki, amúgy jó. Én is forgatnék itt klippet. Ákossal? Nem. Jó napot, Szabóni Aranka vagyok, 73 éves mezőkasszonyból. Mit tehetek önért, Aranka? Akkor most benne lehet lenni a műsorban? Természetesen, Aranka, hallgatom. Ja, és tudja, nekem van egy nagy kedvencem, amit szeretnék kérni, az a zene, a Neoton familiának az a zenéje, tudja, mint mindenki, hogy nagyon az nagyon jó, az unokám is nagyon hallgatja. Aranka, biztos vagyok benne, hogy a 20 perc elteltével 10 évvel fiatalabbnak fogja magát érezni. De hát akkor újra 63 éves leszek, akkor meg nem fog járni nekem a nyugdíj. Legyen pozitív, Aranka. Balaton, szálltok. Mint aki zongorázik, b***tek, Balaton, szálltok. Szóval, mit gondol Balogh Péter Balaton mozgásáról? Azt a mozgást tanítani kéne, tehát ez az elmúlt évszázadok táncoktatásából sajnos kimaradt, de be kéne vezetni. Azt a b***t! Sírke szállj! Menni fogjál, már én vagyok az angolány! Ez az a szállj! Mi az alás? Hú, az valami ilyesmi volt, hogy ott ment a két focista, de hogy más csapatban, és az egyik előbb volt, mint a másik. Ez hihetetlen kajam. Fogalmam sincs. A vadászok oda járnak meg a katonák. Valami olyasmi gól, ami bemegy a kapuba, de nem gól. Mindig fújnak, meg integettek az ászlóban. Persze. Amikor lesefuta, ez játékos. Így van. Az ellenfél játék... Na ez a én most mondom előre a Norbi, ez a legnagyobb baj. Fogalma nincs, de megpróbálja megmagyarázni. Kossa előrébb van, és előbb szerez labdát, mint a másik csapatnak a hátvédei, hogy visszaérnének. Azt hiszem valami ilyesmi. Na én nem mondom, nem értek ám a futballhoz. Mit értek el a németek idén? Rúgták a labdát. De lehet az is, hogy kapuba is berúgták a labdát. Kalimera. Here te here poli, jaspini da poli kala signomi katala verozola. Melengo Jorgi, saundaron. Harika trapeza. Bana giamu. Poli poli poliati, harika trapeza. Kalimera, kalimera, tres giros. Ez a Duetábor reggeli műsora élőben. Itt van a tábor legnagyobb hőse, Szajli Zola, aki tegnap megmentette az összes lepkeház.
Na, Zala, gyere! És Jóskának jeleztél azért? Milyen elismerést vársz a hőstettedért cserébe? Aha. Az űrhalom falat. Értem, tehát egy sípot szeretne Zola nagyon. Pedig én úgy szerettelek.